A szíriai nemzeti koalíció részt vesz a Genf 2 békekonferencián, jelentette be a legnagyobb szír ellenzéki erő. Assad szíriai elnök kormánya már a héten közölte, hogy képviselőket küld a tanácskozásra, amelyen most először három lázadó csoport is részt vehet. Elemzők szerint azonban áttörésre alig ha lehet számítani, mert a megegyezésnek semmi jele. Csak nem három éve tartanak már a harcok Szíriában a lázadók és Bashar al-Assad szír elnök hadserege között. A polgárháborúban legalább 130 ezer ember vesztette életét, és csak nem 6 millió kényszerült lakhelye elhagyására. Az Egyesült Államok és Oroszország ezért szervezte meg a Genf 2 nemzetközi békekonferenciát. A szerdán kezdődő és az ENSZ felügyelete alatt tartott tanácskozástól sokan azt remélik, hogy véget vet majd a harcoknak. A szíriai ellenzék legfőbb ereje, a szíriai nemzeti koalíció megszavazta, hogy részt vesz a konferencián. Igaz, a voksolást órákig tartó heves vita előzte meg Isztambulban. Korábban ugyanis az ERNYÜ szervezet tagjai megegyeztek, hogy nem ülnek egy asztalhoz Assad kormányának képviselőivel. A koalíció vezetője jelezte, hogy a szír elnök távozása továbbra is az egyik fő céljuk. A tárgyalóasztalnál csak egy irányt követhetünk, a forradalmárok követeléseinek a teljesítését. Ráadásnak pedig minden hatalmat el kell venni attól a bűnözőtől, utalt az ellenzéki vezető Assadra. A szír elnök viszont, akinek kormánya már napokkal korábban közölte, hogy részt vesz a konferencián, hallani sem akar a távozásról. Bashar al-Assad az Interfax szerint azt mondta, ha meg akarta volna adni magát, már a legelején megtette volna. Igaz, a szíriai állami média pontatlannak nevezte az orosz hírügynökség tudósítását, de azt nem részletezték, hogy Assad mit mondott valójában. A szír elnök állítólag arra is figyelmeztetett, hogy a lázadók egyre inkább radikalizálódnak, és ez a mentalitás szerinte nem csak Szíriát, hanem az egész közel-keleti térséget veszélyezteti.